Csináljuk. A zuhanyzó kategória napnyugtától napkeltéig olyan természetes környezetekben vadon élő állatfotók, tehát olyan vadfotók, amik a megadott napszakban készülnek, amit én kiegészítenek ezzel, hogy érezzük is, érezni is kellene azt a hatást, hogy az éjszakai kép, mert nem azt számít az én szememben, hogy tényleg is időpontban hogy készült, hanem hogy adja el hatást, hogy éjszakai kép vagy nem éjszakai kép. Ez az én privát véleményem, ezt én ezt képviselni fogom a szabadataimmal. Ennyi tetszik. És fontos, hogy legyen rajta valami. Állat. Itt egy állat. Ha jól látom, van egy állat. Ez nagy állat. Ez felőződik nélkülik. Igen, meg nem ismeretlen. Igen, erről könyvet is készültük be elményben, amivel elmények valószínűleg valamilyen művel. Cikket a helyzetbe. Attól még urán ez félig házjállat. Ez dupla eszkos? Igen. Nem, ez két róka. De a másik kibújt a bőréből. Ez egy vetőbókon. Igen, vetőbókon. Először nem villant az innenső vakú, vagy valami. Nem, ez direkt van, szóval szándékosan. Direkt így csináltam. Egyszer az első állat. Ilyenben is benne van, első díjas lett. Igaz, nem fog szerepelni. Én már ezt nálunk első díjas. Tehát ezt fogjuk majd zárni, amit követítő alkalommal. Úgy gondolod? Úgy biztos. Bayernban. Ja. Nem, a Bayern első díjas lett. Ja, Bayern is van. Dumbi? Igen. Valaki azt mondja, hogy a szőrös békahannán a talaj kiretusáll. Még egyszer? A szőrös békahannán a talaj kiretusáll. Igen. Azt már jól megkérdezik. Aztán szívjuk a földöt. Már meg fogjuk nézni. Bekérjük az eredetit és meglátjuk. Figyeljetek, és ez azért, ez a kép azért elég újszerű, mert ilyet nem sok nagyon láttunk, úgyhogy ez ebben szerintem van látszik. Egy nyomjunk rá, pontot adok. Az egy cápa akar lenni? Ez cápa, igen. Amit éppen kirúgja az orrába. Nagyon kevés, azt ne lépjen. És ebben az, ami szerint kirúgja az orrába? Hát igen, ilyen fotót nem látunk sokat. Tehát ilyen fajtát a cápáról, így ilyen közelről meg. András? De ha a szemmel van közelvel, ez 30 centiből van az orrója. Látjuk, hogy a tenger is íven. Nagyon nehezen tudtam dönteni. Az éjszakai hatás az egy kicsit kérdéses. Elhiszem a napszakot. Hol szívek volt? Igen. Ez véletlenül tényleg éjszaka készül. Kizállottam. Különösenek a... Szörösenek. Sokkal jó egyetlen. Nem értem? Ebben nincs sok ember a kategória. Nincs. 25. Számszerűen, de már csak 20. Hát, biztos a horizontalatnak. Aha, persze. Ezek a kizárt, nem? Hát úgy kell gondozni. Az elejétől kezdve nem mozdulok, szóval pontosan. Ez benne nem elvállalat. Nem, én elvállalat, hogy az éjszakai kép, ne csak éjszak készüljön, hanem a hasonlóra. Tehát ez nem felel a kategóriázásnak, hagyd ne. Amit nappal is meg lehet csinálni, csináljuk. A másik? Ez se. Ez itt a horizontalatnak? Nem, én nem szakadnám, én erre mondom azt, hogy ha nem kelti bennem az éjszakai hatást, akkor a szememben nem éjszakai kép. És itt kivezetlen olyan állatfotókat készítését várjuk el, amit éjszaka lehet végigvezni. Hát az életmódja is arra utal, hogy éjszaka. Nem az, hogy még naplementekor vagy az utolsó fények, vagy az első fények, hanem éjszaka. Jöjjön el a vámpírok ideje. Akkor most ez nem felel meg ennek a... Az, hogy ez nem éjszaka készült. Lehetne volt olyan, hogy ennek akkor ott... Az egy külön téma, az esetre vonatkozik, ha a képen látszik, akkor nem lehet a felénél tök fölötte. De itt másról van szó. Kérjük egy szavazat. Szavazzon, lelkismét, de szerintem aztán majd elszámol a... Szerintem egy terváris megérőszak. Igen. Így van, de mégis nem kell tesz szavazást. Itt már helyebb van. De valószínűleg lement, ahol lett. De nem az. És akkor az ellenfény mi? Az ég. A reflexiók, igen. Lehetetek minden. Igen. És ahogy pedig... Én ezt felhoztam irányig annak, én szavaztam rá. Elengedem a kezét. Szóval, hogy időlik, bekerült ide. Én nem, hogy jön a... Na. Ki a ez egy kígyó, vagy mi? Kergyó. Kergyó. Szóval ez megnézem.
Megnézed a másik oldalról? Zsolt, te fél ebben a kategóriában, mert még egy boa. Nem vagyok megintőd valamit, hogy ezt részebb a készültetek ki. Nem kelti azt a hatást sem. Hát az hatás az kell. Nem. Ez lehet mesterséges fény is. És ők miért nem előről éri a fény, inkább ez a... Legyen benne kompozíciós formában máskor. Igen. Mint kép. Mi ebből a tanulság? Ez nem éjszakai hatású, hogyha ez... De nem éjszakai hatású. De miért lenne éjszaka? Nappal van, csak esetleg nincs benne. Csak kék órában. Vagy a kék órában, persze. Békonász zavaron. Hát ez is így bennem volt más helyen. Más igen, kitölti a lehetőségeket, hogy még volt rés. Ez vélhetőleg megfelel a napszak mindenki kritériumának. Igen, csak az a baj, hogy ennek meg már előzményét is ismerjük, és ez, ez egy olcsó. És az előzménynek volt értelme, ez meg drága jó. Drága? Hát sokba került a fotós magnál. Miért? Hát mert még nincs meg a villámgenerátor, a Tesla féle villámgenerátor, és ki kell várni jó időt. Éjszaka izén? Kelti azt a hatást, hát nem tudom, nagyon tetszik a kép. Kelti a hatást. Az exilből meg kell nézni. Elnyúl a hány perc, hogy készül, és azt mondja. Pedig a kében átállítani a dolgát. Átállítani. Az egyébként ebből pont kiderül, amikor hosszáig után egy félig elfelejteni számít. Csak észre készül mindenki. Ez éjszakai, de hát kétségben. Ebből is ismerjük Milánnak a jó képét, a szellemes töcsöt. Hát ez egy darú csapat. De igazából ezt annak idején a Franz Lanting alapozta meg a Nakurutónál, amikor az éjszakázó flamingókat fényképezte, nagy táblakból, rengeteg, tehát több tízzel madár, és az alvó példányok élesek, akik mozognak folynak. Ez kategória tévesztés, mert állatfotókat várunk. Itt a fotóson kívül nem tudjuk felmutatni, hogy ez a hatalmas tévedés. Igen. De ott a feketében rengeteg állat. Ott egy denevér repül. Csak nem látszik. Ez egy ilyen csúkodó sütve. Ez kategória tévesztés. Na, ilyen is nem. Kelti a hatást. Ez a próbálkozás szívű. Hát az éjszaka készült, ezt tanulsítottam nektek. De hát... Nem csak. Van vele baj. Csak a baj van vele. Érdekes, nem hoztátok fel a másikat, de nekem nagyon jobban tetszett. Amikor csak a fahegyén van négy varjú, egy meg repül nagyon szépen, és kettő madárnak csillan be a szemem. Nekem annak jobb hatása van. Nekem ez nagyon tetszik ez, amikor a világító szintén. Azon is volt két világító szintén. Négy, öt, hat. Dance Turtles. Hát, szétségtelen. Így úrra vagy. Igen. Lehet hajlalva még. És a vöcsök az halat is van? És még mozog is van, ugye?
ez egy nem volt, nem érzel rá. Nem volt fel, hogy jól rá. Itt egy japán kis rajz. Ez a légkondítom. Amire narancsvér ömlött. Patakvért. Patakvért, doktor. Hát akkor azt úgy kellene, ez így ilyen, aki nem elfújtok rá, a szűk kellene. Ezt honnan láttattam már? Vadásfejnek volt egy jobb megoldás. De ugyanilyen, igaz? Mondom, egy jobb megoldás volt. Egy utánérzés nyerte. Ami nem baj. Utolsó sugarat. Sokkal. Ez is volt valahogy, igaz? Valahogy, van egy pályázaton volt, láthattuk. Bár lehet igazából idő szerint éjszaka Izlandon. Igen, de ez már az elejé szerint miért időszakon. De azt nem írtuk ki, kérdük, hogy nem idő szerint vagy időszakon. Nem. Mindenkinek olyan szempontja van, meg úgyis határozott. Érted, mert gyakorlatban csak én vagyok itt. Nem, ő be, nem is van. Úgy van a kérdés, hogy napkeltét. Valaki nem szabad. Hogy nyomtották, hogy napkeltét, és később oda lép, hogy a címben megjelölt időszakon. Aha. Vagyis? Vagyis akkor időben, akkor készült, akkor nem. Nem. Akkor van rendben, hogy onnan tudták, hogy napkelték. Ha nincs napkelték, és napkelték, akkor nincs. Igen, ha nem ment le a nap. Tehát, hogyha tehát ezért van, úgyhogy milyen jó, van, van egy filoszemitán. Ugye? Ezt tök ítélt. Megismételtük. Ez János Bogár, most már Szent János Bogár. Közben Szent János Bogár. Némi, az ötöm, ugye? Szent János Bogár. Azóta már használhatja a teljes nevét. Hát az alcsúton, az arborétumban vannak ilyen vezető túrák. Szóval nekem ilyen van. Miért nem küldesz magadnak egy ilyen? Mondom, az alcsú ki igazgató a haverunkat szól, hogy mikor kell lenni fényképet, és ezért én lemaradtam. Nem, mostanában jön. Most lesz jól, nem csak szavazatok el. Szavazatok el. Szavazatok. Most egy-két héten belül lesz. Szavazatok. Utolsó lehetőségek. Nem, mert napfényben van. Igen. Biztos, hogy nem éjszaka itt. Nem kell tesz hatás, mert éjszaka alszik a fogatőcs. Hát amikor nem repül. Hopp! Hosszunk valamit? Nem. Kocsik úgy. Jó, van még kártra? Milyen érzékeny búcsút veszünk életre? Ebből azt nézzük meg, hogy melyik, amelyik nem felel meg a kategóriának. Mindig megfelel, nem? Balázs, nézz rá! Mindegy fel a kategóriának. Cső! Szerintem igen. Cső!